Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok a nyaralós vlog második részén, ahol ugyanúgy a positioning statement kapcsán minden trükkömet el fogom nektek mondani, de előtte nem véletlen vagyok itt, egy kicsit hajókázunk fogok nektek, erről is mutatni b-rollokat, meg linjáronról mesélek még, és aztán belevágunk a positioning statementbe, maradjatok velem végig, kezdjük el! Ha az első részt nem láttad, akkor mindenféleképpen nézd meg, mielőtt ezt nézed. Éppen naplemente van, és ma van a névnapom, és ma fogom kisorsolni az Instax nyereményjáték győzteseit, úgyhogy eszünk egy fagyit, aztán meg leülök a gép mellé, és kiderül, ki nyerte az Instax Minit. Milyen a fagyi? Az Amaréna a világ legfinomabb fagyja. Tárgyilagosan el kell mondanom, hogy ez bárhol jártunk a világban, mindig ez a legjobb fagyi. Lignanóba jártok, a Captain Morganben több helyen is van. Na most itt vagyok este, és most kell elkezdenem a live-ot, úgyhogy be is kapcsolom, meg még a gépemen is, mert most fogok sorsolni, nagyon izgalmas. Megvan a top like-os is, megvan a sorsolás is. Most meg menjen tovább ez a mostani vlog. Cheers! Gyerekek, nem tudom, hogy a szervezetem hogy csinálja, de felébredtem, nem pont napfelkeltére, de mondjuk egy fél órával rá, és még ez is mindig gyönyörű. Itt vagyok fent. Statement közben már elmondtam, hogy most Lignano Sebbiadoron vagyunk, ami Észak-Olaszország, Adriai tengerpart. És akkor hol is vagyok most, és miért minden mesélek? Eleve nagyon tetszik a setup, ahogy kinéz itt a háttér, hogyha látjátok. De ez a Crocodile Süd és a legjobb étterem Lignanóba, és ezen a helyen vannak a legjobb ilyen fazékba jönnek a kagylók. Romi Finolcsának a kedvenc tésztámat, ami a Pennella Arrabbiata, és a pizzákat is, mindent meg fogok mutatni, és ami nagyon jó, hogy az egész végén kb. Egy ajándékba kapsz egy sorbettót, ami egy ilyen hideg, hűtött, jégkásásnak tűnő ital, de van benne egy kis alkohol, meg kapsz is egy desszertet. Úgyhogy ha itt vagytok, ezt mindenféleképpen ajánlom, és jó azért pár napot itt eltölteni. Nagyon király hotelben van szerencsém eljönni, úgyhogy kezdjünk egy rundtúrral. Azt már láttátok, hogy innen jöttem be, de ami nagyon fontos, hogy milyen ugye a mosdó, és képzeljétek, hogy itt külön szoba van, azért az ritka, hogy a mosdóban így külön szoba van, valaki kopog. Az anyukám! Hi. Most megmutatom, hogy milyen a szoba különböző része. Itt az ágy, én nagyon szeretem, amikor így néz ki az ágynak a teteje, és szeretem az ilyen apró részleteket, nézzétek meg ezeket a lámpákat, tök jól néz ki, ahogy mennek benne azok az izzók. Jó kis munkaterület, és aki szemfüles, az már megfigyelhette, hogy fordítva van a mikrofon, remélhetőleg így sokkal jobban hallotok. Itt lehet dolgozni, és megint az apróságok, hogy a töltő az ide el van dugva. Nézzétek, mennyire király a fürdőszoba. Ilyen kis átlátszó az ágyból lehet látni, de csak a mosdó részt, mert amúgy meg, ahogy belépsz, és milyen jó. Ott van ez a tus, de szépen megcsinálva, és... Hát hello Szlovénia, hello Öböl! Hi! Na és hol vagyunk? Hát itt így, úgy gondolom ez így stílusos, hogy így megyünk vacsorázni. Most lesz egy kis városnézésünk, remélhetőleg egy kis drónsátot is meg fogunk próbálni. Thank you.
érkeztünk Iránban, és hogyha positioning statement és sok P betű, Szlovéniának csak 42 km tengerpartja van. Merre elhajókáztunk ott már Grádó, Triesztát, Olaszország, és itt van ez a kis ékszerdoboz, ami berakja magát abba, hogyha mindent így egybe szeretnél pakolni és megkapni, akkor ide gyere! Megint, mit csinált? Megteremtette a saját kategóriáját. Hogy mi is ez a saját kategória, ezt még egy következő vlogban fogom elmondani. Most kajálunk, és a legvégén pedig elmondom nektek azt, hogy mi a positioning statement lényege. El is érkeztünk a vlognak a végére, ahol megbeszéljük, hogy mi is a positioning statement és hogy csináld meg. Itt megállíthatnád a videót, de igazából bírólok alatt gondolkozz kérlek ezen az 5 plusz 1 dolgon. Először is, ki az, akinek te a termékedet vagy szolgáltatásodat gyártod, csinálod. És utána mondd el, hogy mi is pontosan ez a termék, illetve szolgáltatás. Utána kifejtheted azt, hogy ennek milyen haszna van a célcsoportod számára, tehát miért jó nekik, hogy használják. Majd végül mondd el, hogy mi a te missziód, mi a miérted, amiért te ezt az egészet csinálod, és a plusz egy, hogy miben vagy más, mint a konkurenciád. Most jönnek a bírólok, nagyjából egy 10-15 másodperc, felírom, hogy mit kell neked megírnod, csináljátok meg, utána pedig kivesészük az összeset. Először mindig a célcsoporttal kell kezdeni. Miért? Hiszen az a termék vagy szolgáltatás, amit te csinálsz, az értük van. Tehát nagyon pontosan definiáld, hogy kinek. És ne azt mondd, hogy mindenkinek, vagy hogy azoknak, akik sportolni szeretnek, vagy például én fotózok, és akkor mindenkit lefotózok, hanem mondok neked egy példát. Van egy nagyon egészséges amerikai élelmiszerlánc. Ők nem azt mondják, hogy bárkinek, aki szeretne mondjuk egészségesen étkezni, vagy ilyesmi, vagy bárki, aki otthonra vásárol, tehát hogy egy sima szupermarket, hanem azt mondja, hogy azoknak az embereknek, akik tudatosak a saját egészségük számára, és ez fontos nekik, ő számukra adnak egy szupermarketet. Menjünk át valahova. Szóval a saját kategóriád megteremtése, ez a második dolog. Ez egy olyan termékkategória, ami nagyon egyszerűen bárki számára meg tudja értetni azt, hogy te mivel is foglalkozol. A példánk tekintetében ez lehet egy szupermarket, egy közért, vagy valami ilyesmi. Hiszen előtte már elmondtuk azt, hogy kinek szól, most kérdezem, hogy ez egy közért igazából, vagy ez egy szupermarket. Ha fotózok, akkor azt mondom, hogy én fotókat csinálok. A lehető legegyszerűbben, hogy bárki számára érthető legyen, és most megyünk tovább a következő részre. A következő rész a legnehezebb, úgyhogy nagyon figyeljetek, ez pedig a haszon. Ez szól az egésznek a lényegéről, hogy valaki miért fizetne, használná a te terméked és szolgáltatásod, miért jó ez neki. És ezt nem olyan egyszerűen megmondani, hogy csak azért, vagy valamiért, hanem nézzük az említett példánkat, a Whole Foods-ot. Ő azt mondja, hogy ha te az ő termékeit fogyasztod, akkor jobban fogod magad érezni, és jobban fogsz tudni teljesíteni az életben. Ergo, ha neked ez számít, ez fontos, és ugye te tudatos vagy az egészségeddel kapcsolatban, akkor nem is kérdés, hogy csak hozzájuk mehetsz, így teremti meg az előző részben már említett kategóriát. Azért mutattam ide, mert ha azt nem láttátok, akkor mindenféleképpen nézzétek ugye meg. Nagyon sokan ezt elrontjuk, úgyhogy hadd adjak nektek kettő tippet erre. Az egyik, hogy különbség van a funkció és a haszon között. Erre egy gyors példa az alkohol. Mi az alkohol funkciója? Hát az, hogy berugunk tőle, ugye? Vannak ilyen biológiai jelek. De a haszna, hogy egy jó üveg borral leülök egy baráti társaságba, és jól érezzük magunkat. Ha bármilyen alkohol reklámot megnéztek, sosem arról szól, hogy milyen az íze, vagy mennyire jól be lehet tőle rugni, hanem arról, hogy milyen jó időt töltenek el az emberek, és ilyen életképeket látok. Vajon miért? A másik, amit magatoknak meg tudtok tenni, az az 5 miért. Amikor leírjátok azt, hogy szerintetek mi a haszna a ti terméketeknek vagy szolgáltatásoknak, akkor csak kérdezzétek meg újra, hogy miért leírtok valamit, miért? És ezt megcsináltok 5-ször, és közötte általában a 3., 4. már tényleg egy valós haszon ki szokott jönni, hogy remélem ez segít nektek, de erről majd egyszer szerintem fogok részletesebben beszélni, tehát ki fogom fejteni a funkció hasznot, a probléma megoldás és az 5 miértet is. De most menjünk egy külső helyszínre.
Ti is halljátok ezeket a madarakat? Ha tudjátok mik ezek, írjátok már meg kommentbe, mert sose tudom. Remélem attól még nagyon a hangot nem fogják zavarni. Szóval az utolsó rész ebből a törzsből az nem más, mint a ti miértetek. De mi is ez a miért? Ez az, amiért itt csináljátok, amire azt szokták mondani, hogy reggel egyszerűen kirúg titeket az ágyból ez az égető érzés a testetekben, hogy igen, csinálni kell, meg szeretném csinálni. Az Apple esetében ez például az, hogy ők minden egyes lépésükkel megkérdőjelezik a status quo-t. A kis példánk esetében, a Whole Foods esetében ők azt mondják, hogy we believe in whole planet, whole people and whole foods. Tehát ha megnézitek, igazából belerakták a nevüket is a missziójukba, amit én annyira nem tartok jónak personal branding szempontjából, de maga a missziót teljesen át tudták adni. Ugye angolul ez a whole az az, hogy teljes, teljes értékű, kiteljesedett, ugye több értelemben lehet ezt használni. És ezzel elmondják, hogy ők ezt teszik a fenntartható fejlődésért, hogy megóvják a földünket, a bolygónkat, teszik az emberekért, hiszen mi emberek tudjuk a földet megmenteni, és az, hogy mi emberek erre képesek legyünk, és teljes életet tudjunk élni, ahhoz természetesen megfelelő ételeket kell bevinnünk, megfelelően kell táplálkoznunk, és ez az egész lánc ezért van. És így teljesen által, amikor bemegyek oda és ott vásárolok, meg tudom kapni ezt a missziót. Amúgy azért nagyon fontos meghatározni a miérteket, mert hogyha bármilyen kérdéses pontunk van a cégünk, vállalatunk életében, merre menjünk, hogy fogalmazzuk meg, mit csináljunk a csapatunkkal, partnereinkkel, akkor hogyha a miértünk a helyén van, ez segít megválaszolni mindig a kérdést. Tehát azt kell feltennünk magunknak, hogy ez a döntés, amit most meghozunk, az szolgálja a miértünket, vagy nem. Ilyen egyszerű binárisan. És keresek még egy utolsó helyszínt a plusz egynek. A plusz egy pedig a konkurenciánkról szól, a versenytársunkról. Ezt igazából nem szeretem a törzsbe beletenni, ezért is plusz egynek nevezem, mert alapvetően amikor arról beszélünk, hogy mit csinálunk és miért csináljuk, azt meg kinek, nem feltétlenül kell elmondani azt, hogy ki helyett csináljuk. De vannak olyan szituációk, például befektetővel, partnertárgyalásokban, ha szélszezel, vagy ha megkérdezi a célcsoportod. Tehát vannak olyan szituációk, amikor igenis meg kell tudnunk mondani, hogy miért minket választanak, mint inkább másokat. És itt azt kell elmondanunk, hogy mi az, amit mi máshogy csinálunk. És ugyanúgy, ahogy a célcsoport meghatározásunknál, itt sem szabad az, hogy mi nagyon általánosan vagyunk. Mert ez jobb, mert gyorsabb, mert időt spórolsz, mert pénzt spórolsz. Ezek azok a tipikus általános válaszok, amiket nem nagyon szabad használni. Nem maradt más, mint hogy elköszönjek tőletek, és elinduljak haza a nyaralásból. Ha végignéztétek, akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ha tetszettek a tippek, nyomjatok egy lájkot, és kommenteljetek kérlek, hogy minél több emberhez jusson el. Ez így ugyanis segít az algoritmusnak. Hú, nem tudom mennyire visszhangzott a dolog. Ha most találkoztunk először, kérlek iratkozzatok fel, a csengőt is nyomjátok be, hogyha még nincs benyomva. A következőben találkozunk. Sziasztok!